És ez itt a nagy kép Németh Róberttel és velem Hont Andrással, amiről ma szót fogunk ejteni, az vallás és tudomány, vallás vagy tudomány. Hit. Hit és tudás. Több téma az, amely ezt a kérdést most aktuálissá teszi. Pápa látogatás volt a hétvégén. Ennek kapcsán természetesen megint olyan hangok voltak hallhatóak, hogy ennek az egésznek már nincsen semmi értelme, az emberiség túllépett a vallásos korszakán. Felvett folyamatosan egy olyan vitát, hogy a tudományban mi az, ami racionális, igazolható, és mi az, ami vallásos, ez velünk élő vita. Vagy hogy egyáltalán elválik ez a kettő így élesen, hogy átfolynak egymásba ezek a területek, vagy ezek a meggyőződések, vagy megközelítések? Mi az, ami úgymond áltudományos és a hiedelmek közé tartozik? Kiosztották ugye a laposföld. Kiosztották díjakat. A laposföld díjat, a kiosztók közül is beszélni fogunk az egyik érintettel, mármint a szkeptikus társaságnak a vezetőjével. Igen, ez is ezt a kérdést érinti, hogy mi az, ami meggyőződés, és mi az, ami tudományosan alátámasztást nyerhető valami. Szóval meg lehet-e mondani egyébként, hogy... Igen, és hogy tényleg arról van ez szó, hogy a tudás, a tudomány, a ráció, az a vallást a padlásra vagy a pincébe száműzi, avagy simán és egyszerűen nem foglalkozik olyan dolgokkal, amelyeknek mégis a vallásnak lenne a fókuszában, a lét nagy titkaival. De mondom, ez egy megfejtendő kérdés. Az első vendégünk, akivel beszélni fogunk mindezekre, ez Krémer Balázs szociológus lesz, aki nemrég könyvet írt, amelyben ezeket a kérdéseket is boncolgatja. Szóval tulajdonképpen le is fordítani, hogy mit tudhatunk, nem? Ez a kérdésnek a veleje. Igen, hát valójában ez a vita mindig arról szól, hogy meddig tart, honnan kezdődik és meddig tart a megismerhető világ, és ami nem megismerhető, arra mi ad választ koronként? Hát, mi ad választ tényleg, most? Tényleg nem megismerhető. Mert ugye vannak, akik határozottan azt állítják, hogy minden megismerhető tudományosan. Igen. Mások pedig hit alapon mondják azt, hogy ilyen nincsen. És hát az elmúlt évek, talán már unalmas is ezt újra és újra felhozni, de egyébként szerintem nem, ki is élezték, ugye a Covid két éve ki is élezte ezt a kérdést, hogy választ ad-e csont nélkül, faltól falig a tudomány minden ilyen típusú kérdéssel, valamint, hogy mi a tudománynak az autoritása. Ez is egy... Na várjunk, ez egy olyan kérdés, amit most említettél, amiről szintén beszéljünk majd. A tekintély kérdése, hogy vallási tekintély, tudományos tekintély, ez ugye nem függ össze azzal a lényegi kérdéssel, hogy mi mit tudhatunk, de hogy az emberekben van igény arra, hogy valaki mondja meg, hogy mit kell csinálnia, mit helyes csinálnia. Ez az egyik fele, a másik fele pedig az is kérdés, hogy az emberben igényként munkál-e a vallásos közösségben való részvétel. Milyen olyan pszichológiai, társadalmi aspektusai vannak a vallásnak, vagy a tudományvallásnak, amely nem a tudománynak, meg a vallásnak az eszenciáját érinti. Tehát ami nem a megismerésre szól, A vallásnak, vagy a tudománynak a valóságának a különböző kérdései. Hova fejlődik például a vallás, mint közösség? Ezt majd a Szegedi Tudományegyetem docensével fogjuk boncolgatni, szóval szerintem izgalmas és elevenbe vágó. Nyilván megint nem lesz elég időnk arra, hogy mindent kitaláljunk. Hát ezt előre. Nem szokott, érted, egyszer lenne elég időnk. Hát, az csak ugyebár a túlvilágon. Na tehát, tudomány és vallás a nagy képben, és hívjuk mindjárt az első vendégünket. No, és akkor az első vendégünk, Krémer Balázs szociológus. Szervusz! Szervusztok! Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat! És a hallgatók is valószínűleg téged, amennyiben módjuk lenne, hogy ilyenfajta interakciót alakítsanak ki a rádió vendégeivel, de nincsen, legalábbis a földhöz ragadt és meglehetősen racionális gondolkodásunk szerint erre nincsen lehetőség. Elvben, vagy
korábbi hiedelmekkel ellentétben, amikor is ki lehetett volna alakítani valamiféle lelki vagy transzcendentális kapcsolatot velünk fizikailag nem egy térben tartózkodó és mindenféle kütyükkel is elérhetetlen személyekkel. No de, hogy ezt a kissé zavaros felvezetőmet valamiféle kérdésé is formáljam, írtál a múlt évben, pontosan a múlt évben jelent meg egy könyved, Valakik társadalma címmel, ahol ezeket a kérdéseket boncolgatod, Hararival szállsz vitába, ami számomra az orgazmussal egyértelmű, vagy egyenértékű tevékenység, ugyanis Hararinak a modernitással... Könnyűnek örömet okozni. Igen, igen, igen. Kapcsolatos nézetei azok ilyen vörös posztó. No tehát, mi az, amiben mi most hiszünk? Mi az, amiben a régiek hittek, és mi az, amivel mi, mai élő emberek különnek, tudományosabbnak, igazabbnak gondoljuk magunkat? Bónusz kérdés, mi az, ami változott a régiek és mostan között? Na, szépen rádöntöttek. Szóval ez egy ilyen könnyű kérdés, két szóban tudom. Akkor innentől mi meg sem szólalunk egy darabit. Nem biztos, hogy menni fog. Szóval... Dehogy nem. Hogy mi az, amiben hiszünk, abban, hát egyrészt van a gondolkodásunknak egy korlátja, hogy valamilyen erőfeltevésekből kell, hogy induljunk. A matematikából ezt hajlamosak vagyunk úgy nevezni, hogy hát vannak axiómáink, amit a matematikában feltételezünk, nem tudjuk bizonyítani, de hogyha ezt feltételeztük, akkor abból már mindenféle logikus következtetéseket tehetünk. Magát ezt a dolgot, hogy milyen előfeltevésekkel élünk, ezt hosszú ideig nem olyan magától értetődőnek tekintettük, és addig, amíg itt a világban mindenféle bonyodalmak meg zűrök nem jöttek elő, addig ezt legfeljebb a tudomány tekintette egy olyan feladatának, hogy menjünk vissza az axiómákig, és akár rákérdezhetünk, a modernitásnak az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy mindenre rákérdezhetünk. Ebben különböznek a modern hiteink az istenitektől. Tényleg rákérdezhetünk? Bocsánat, hogy itt közbevágok. Sokszor azt érzi az ember, hogy vannak olyan helyzetek, ahol a ráció nevében beszélő aktor vagy beszélő, az azt sugallja, hogy nem lehet rákérdezni bizonyos állításokra. Hát vannak doktrinerségek, ez mindenféle gondolkodású emberek körében előfordul, de hát a modernitásban mondom, külön ez alapvetően a tudományból jön, ahol hosszú ideig azt gondolták, hogy az energia az olyan korlátlanul felosztható, és aztán a kvantummechanikában a Dirac meg a Schrödinger meg a Heisenberg rákérdeztek, és úgy az nekik az jött ki, hogy nem, az energiának kvantumos a természete, kis darab, tovább nem osztható darabokból áll. Vagy hogy hosszú ideig az volt az elképzelés, hogy az euklideszi geometria az, hogy mondjam, rákérdezhetetlen, és hogy a párhuzamosok azok a végtelenben találkoznak. A bólyaiék rákérdeztek, és nekik az jött ki, hogy hát lehet, hogy csak a végtelenben, de valahol találkoznak. A Riemann-féle geometria, amire a relativitás neve épült, az meg épp azt feltételezte, hogy olyannyira nem találkoznak, hogy szét is tartanak. Tehát, hogy a tudományban tulajdonképpen bármire rá lehet kérdezni, és ez talán különösen igaz mostanában a társadalomtudományokra, meg embertudományokra, ahol dekonstrukciónak hívják azt a gondolati folyamatot, amelynek a lényege az, hogy különösen az ember alkotta szabályokra, normákra, igenis rá lehet kérdezni, és lehet más előfeltevésekkel is élni. Most ennyiben a modern világnak is vannak előfeltevései, és hogyha úgy tetszik, vannak a valláshoz nagyon hasonló tartalmai abban az értelemben,
hogy itt ezt nem csak világértelmezésre vagy világleírásra használjuk, hanem ezek az előfeltevések, ezek koordinálják a cselekvéseinket, egy csomó szempontból komoly összefüggéseket építünk fel belőle, és vannak nagy történetei és narratívái. Hogy egy egyszerű példát mondjak, azt, hogy amikor elmegyünk a boltba, és fizetünk anyagába értéktelen papírpénzzel, vagy anyagában meg sem fogható chip jellel, mágnes jellel, akkor ebben a dologban benne van az, nem kérdezünk rá, hogy ez mitől pénz, mitől ellenérték a boltban megvásárolt cuccér a értéktelen papírpénz, de ennek van egy története, van egy a közgazdászok által leírt nagy elméletek. Van egy közmegegyezés nyilván nekünk. Tessék? Megvan nyilván nekünk egy közmegegyezés, hogy... Megvan egy, van egy közös híd, ami koordinálja a dolgokat, hogy nem csak én hiszem azt, hogy azzal a papírpénzzel lehet fizetni, hanem a pénztáros is azt hiszi, hogy azzal a papírpénzzel lehet fizetni. És ennek olyan különösebb, hogy mondjam, nem gondolunk olyan nagyon bele. Nem igaz az, hogy a boltban mi a pénzelméleteket felelbenítjük az agyunkban, hanem ennyibe kerül, odaadtuk, kész, csókolom. Tehát, hogy ebben az értelemben a modernitásnak is vannak ilyen jellegű hitei, ami még a tetejében olyankor is hiszünk, amikor inkább úgy tűnnek a dolgok, hogy nem is annyira igaz, tehát mit tudom én, hiszük azt, hogy van szabad akaratunk, és az agyunkban van valamilyen kis csip, ami irányítja, vagy vezérli a szabad akaratunkat, tehát az ilyen neuropszichológusok azok rohadtul keresik ezt a szabad akaratot, de egyelőre sehol nem találják az agyban, de mégiscsak a mi erkölcsi tartásunkhoz, meg a saját józan eszünkbe vetett hitéhez kell az a feltételezés, hogy nekünk van szabad akaratunk, és... Várj, ne haragudj, itt közbe kell kotyognom egy picikét, vagy nem kell, de megteszem, hogy... Lehet, egy ilyen rádió műsor vezetőnek ez a dolga, nem? Gondolom én is. Szóval az a elképzelés, hogy tudományosan berendezhető az élet, szaktudások meg tudják mondani, hogy mi az, amit kell tenni adott szituációban, az pont a szabad akaratot zárja ki. Tehát az, hogy van egy mátrix, amiben minden tudásunkat bedobáljuk, és az ki fog adni valami végeredményt, ez azt jelenti, hogy nincsen szabad akarat. Maximum az történik, hogy még tökéletlenek vagyunk, ezért nem tudunk mindent bedobálni, de a mesterséges intelligencia majd bedobálja, és az optimalizált életet kiadja. Nem. Szóval, hogy mondjam, kétségkívül vannak korlátai a szabad akaratunknak, tehát, hogy azt úgy elembe kell venni, hogyha elejtünk egy tárgyat, akkor az a padon fog kikötni, és nem a plafonon. De azért mégiscsak a korlátok között vannak választási lehetőségeink, vannak mérlegelési lehetőségeink, vannak döntési lehetőségeink, és hogy ezt a szabad akaratunk azért vezérni. A tudomány azt gondolom, hogy soha nem volt annyira determinista, hogy mondjam, mindent előre akart jelezni, mindent meg akart mondani. Általában a tudomány szereti azt, hogyha előre jelezhetők a dolgok, a tudományos következtetések. Balázs, ne haragudjál, ez így volt egészen mondjuk 3 évvel ezelőttig. Azért egy olyan kísérleten vagyunk túl, ahol igenis ez történt, hogy egyetlen szempont alapján, vagy annak alárendelve minden mást megpróbáltak optimalizálni, hogy jön egy járvány, ahhoz, hogy a járványt megússzuk, ahhoz képes, mi van a oktatással, mi van a gazdasággal, mi van a bármi már emberi méltósággal, az minden alárendelhető kérdés, meg igenis lehet egy optimumot kihozni, hogy most akkor ez a tudományosan igazolt dolog, hogy nekünk mivel kell foglalkozni. Azt hiszem, hogy egy picit másról beszélsz. Tehát kétségkívül vannak hatalmi viszonyok. Vannak emberek olyan pozícióban, vagy néha azt hiszik, hogy olyan pozícióban vannak, amelyikben a tudományra hivatkozva
még a jövőben, hogy mondjam, a jövőben várható dolgokat is tutira meg tudják mondani, meg tudják mondani, hogy ahhoz mit kell tenni. Szerintem a járvány egyszerre ezeknek a hatalmi viszonyoknak egy érdekes kiéleződése volt, és egyszerre a bizonytalanságoknak a kiéleződése is volt, hogy úgy nagyon... Szóval, hogy orvosok és tudósok elkezdtek úgy viselkedni, mintha politikusok lennének, és politikusok elkezdtek úgy viselkedni, mintha tudósok lennének, miközben tulajdonképpen a járványról nagyon keveset tudtunk, meg tudunk tulajdonképpen mind a mai napig. Ez egy csomó szempontból a bizonytalanságokat hozta elő, nem a bizonyosságokat. Bocsánat, most én hadd kotyogjak egy picit közben. Ez, amiről beszélsz, ez nagyon érdekes szerintem, itt emellett ne menjünk el könnyen vagy gyorsan. Ez átpozícionálta a tudománynak a szerepét, helyét, nem tudom, dolgait, lehetőségeit, nem tudom, jogköreit egyébként szerinted? Én szerintem sok mindenben, de ez egy 100 éves folyamat, hogyha úgy tetszik, a tudományon belül is történt egy eléggé fontos változás, ami arról szól, hogy a Descartes-i programot, hogy mindennek oka van, és természettörvényeken minden időben egymást követő folyamat között oksági viszonyokat tudunk feltárni, amik egyértelműen kijelölik az okozat, az, hogy az okból az ok, milyen okozat következik. Ez a tudományon belül is megváltozott, tehát például a fizik, tehát az a dolog, hogy az életünkhöz hozzátartozik a mázli, meg a bal szerencse, hogy hozzátartozik a jókor jó helyen levés, meg rosszkor rossz helyen, meg a jókor rossz helyen véletlenszerűsége. Ezt ma a tudomány sokkal komolyabban veszi, mint korábban, és ezt hosszú ideig úgy tekintettek rá, hogy azért kell ezekkel a valószínűségekkel számolni, mert még nem vagyunk elég okosak, és nem mérünk eléggé jól, de megint csak a kvantumfizikára visszahivatkozva azt a dolgot, hogy az elektron helyét nem tudjuk megmondani, csak valószínűséget tudunk mellé rendelni, ez ma alapvető természettörvény, és mindez fokozottan igaz ezekre az ember és társadalom tudományokra, ahol nem lehet föltétlenül egyértelmű előrejelzéseket tenni, mert ebben gondolkodó, megcselekvő emberek vannak, Erre próbáltam előbb rá utalni, ezt próbáltam piszkálgatni, hogy nem csak az, hogy nem lehet, hanem az, hogy kell-e egyáltalán. Hogy önmagában az nem egy életszerűtlen, nem egy élhetetlen helyzet, ahol a embertudományokban is van egy olyan előírás, hogy mi az, amit csinálni kell. Mert hogyha van ilyen, akkor szabad akarat viszont nincsen. Jó, hát hogyha úgy tetszik, ez a racionalitásnak az alapvető dilemmája és korlát, hogy a racionális gondolkodás mindig a jövő kísértéséről szól. Azért tanulmányozunk a múltat, meg azért próbálunk meg törvényszerűségeket felállítani, hogy noha azok a múltban voltak, de ezt már Szentágoston óta tudjuk, hogy az Isten is mindent meg tud változtatni, számítva azt, ami a múltban megtörtént, mert azok még ő sem. Szóval, hogy ebből a jövőre próbálunk megkövetkeztetni. Jövőre próbálnak megkövetkeztetni az orvosok, a mérnökök, a közgazdászok, mindenki tulajdonképpen a jövő kísértése, az a kihív, a racionális gondolkodás kihívása. Miközben igaz, amit mondasz, hogy a jövő, tehát a Tejrézián kívül, aki könnyű volt neki, mert volt, szóval, hogy a jövőt senki nem látja pontosan előre, és ebből adódóan pont az emberi viszonyokban egy csomószor hatalmi viszonyok keletkeznek. Tehát mondjuk nézegették a pénzügyi válság kapcsán, hogy a bankok mennyire tudták jól megjósolni azt, hogy ki lesz jó adós, meg ki lesz a nem jó adós. Hát nem nagyon sikerült nekik, noha döntéseket hoztak ebből. Tehát van, akinek adtak hitelt, meg van, akinek nem adtak hitelt. Vagy ugyanígy nézegették azt a dolgot, hogy vajon az egyetemi felvételi kritériumokkal be lehetett előni azt, hogy az egyetem végére kinek lesznek jók a teljesítményei. Úgy tűnik, hogy az egyetemi felvételi pontnak nincsen semmilyen befolyása arra, hogy az egyetem végére kinek lesz jó a teljesítménye.
Miközben ezek hatalmi viszonyok, mert természetesen a bank mégiscsak van, akinek ad hitelt, meg van, akinek nem ad hitelt, a kérelmezők között, az egyetem felvesz valakiket, meg nem vesz fel másokat, és ezt a jövő tudására, jövő tudásának a hivatkozására teszik, de hát olykor hibáznak. Ami ebben viszont tiszta, az az, hogy mondjam, a jövő birtoklása, vagy abban egyfajta hatalmi viszony kétődik le. Szerintem valami hasonló volt a Covid kapcsán is, tehát hogy nem nagyon tudta senki megmondani, hogy mit, hol, hogyan. Tényleg fantasztikus dolgot művelt a tudomány azzal, hogy rövid időn belül mégiscsak hihetetlen tudás halmozódott föl a Covid-ról, meg a terjedéséről, meg a mindenféléről. De alapvetően, hogyha rekonstruáljuk azt a dolgot, hogy mikor ki mit mondott, akkor ez a furcsaság volt benne, hogy a tudósok nem azt tették, amit hosszú ideig a fertőző betegségekkel tették, hogy laboratóriumokban bizgették, meg ellenszereket kerestek, meg nem tudom mi a fene, hanem felszólították, utasították a népet, hogy viseljen maszkot, meg nem tudom mi a fene. A politikusok meg döntéseket hoztak lezárásokról, meg nem tudom mi a fenét, amit valami, többnyire meg kell, hogy mondjam, hogy elég esetes út a tudományos érvekkel próbáltak meg alátámasztani. Na és hogy a tudománynak az egyik alapvető funkciója, vagy az egyik alapvető kelléke az ellenőrzés, ezek után miként valósult meg, az a következő fél órának a kérdése lesz, mert itt most tartunk pár perc szünetet, Krémer Balázs szociológussal beszélgetünk, és innen folytatunk. Folytatjuk műsorunkat, Krémer Balázs szociológussal beszélgetünk, előbb ott hagytuk abba, hogy miközben tudományosan alátámasztottnak tűnő eljárás szerint próbálunk valamit csinálni, itt most a járvány hangzott el példaként, hogy ezek után a tudományos bizonyításnak az ellenőrzés részét már egyébként nem ejtettük meg, de nem ebbe szeretnék alapvetően belekezni, bár egyébként hozzáteszem egy mondatot, ne ragadjunk ennél le. Szóval ugye azért az hozzátartozna az egészhez, hogy ellenőrizzük azt, tényleg úgy történt-e, ahogy a modell jósolta? Tényleg igaz volt-e az előrejelzés? Tényleg helyesen jártunk el? Tényleg az volt a szükségszerű? Erről mintha most elfeledkezne az emberiség. Én azt gondolom, hogy itt nem csak az előrejelzéseknél, tehát a modern gondolkodásnak és ennek a tudományos gondolkodásnak az alapvető sajátossága az nem annyira ahhoz köthető, hogy mit mond, hanem ahhoz köthető, hogy milyen jellegű állításokat tesz, és ezekkel az állításokhoz hogyan viszonyul. Tehát azt gondolom, hogy a modernitásban csak olyan állításokat lehet hozni, megtenni, vagy a modern tudományban csak olyan állításokat lehet meghozni, amelyek cáfolhatók. Cáfolhatatlan állítások, azok nem tudományos állítások. És ugyanígy a tudománynak, hogy úgy mondjam, a mesterségbeli tudása, az mindig is az igazolásról szól, a bizonyításról szól, az alátámasztásról szól. Na most ez nem csak ez nem csak arra vonatkozik, hogy a jövőre tett előrejelzések, jóslatok, azok beváltak-e vagy sem, hanem a jelenre vonatkozó állításoknál is, hogy igaz-e egy állítás vagy nem, ezt nem csak úgy beleröfögjük a világba, hanem ezt igazolni kell. Sok szempontból ez okozza a tudomány nehézségét. Meg kell, hogy mondjam, hogy a tudományos állítások, azok sokkal könnyebben értelmezhetők, mint azok a bizonyítási eljárások, nagyon gyakran bonyolult matematikai eljárások, meg kísérleti eljárások, amiket az emberek többsége még annyira sem figyel, hogy vajon úgy a végére, lehet, hogy nem érti teljesen a matematikát, de azért azt úgy, hogy valami érzékletességet ad egy tudományos munka arról, hogy ez igaznak tekinthető, vagy cáfoltnak tekinthető. Na most ez a tudománynak ez a bonyolultá válása, ez azt gondolom, hogy hát egy nagy teher a mi világunkban.
Mert hogyha az igazolások és bizonyítások azok, hogy úgy mondjam, a hétköznapi ember számára követhetetlenek, akkor a tudományos állítások önmagukban nem különböznek mindenféle okkult és ezoterikus állításoktól sem. Lett ez a kifejezés, hogy tudományvallás, hogy hát egyre többször látjuk, halljuk vitákban, vagy bárhol más, hogy tudományvallás, és tényleg, mint hogyha egyébként, és nem véletlenül most kérdeztem, hogy most értél oda az érvelésedben, hogy mintha azt éreznénk, hogy a tudománynak valamilyen lenne valamilyen valláspótlék szerepe. A tudománynak abban az értelemben, ahogy ezt az elején jeleztem, hogy van valami valláshoz tartalma részben a kiinduló pontoknál, tehát hogy ott az axiómákat nem tudjuk bizonyítani, és nem tudjuk elhinni. Másrészt a tudományos gondolkodásnak is vannak olyan rákérdezhetetlen elemei, amiket nem szoktunk rákérdezni, mert nehezen rákérdezhető. Tehát mondjuk azt a dolgot, hogy a világ tényleg a matematikához hasonló logikai rendben van szervezve, és a matematika egy alkalmas eszköz arra a dologra, hogy fizikai, vagy akár közgazdasági, szociológiai jelenségeket leírjunk általa. Erre nem szoktunk rákérdezni, hanem automatikusan használjuk az adott tudományágnak megfelelő, a szabályainknak megfelelő bizonyítási eljárásokat, technikákat, és így tovább. Én azt gondolom, hogy ugyanakkor a modernitásnak, meg a modern tudománynak is tényleg az a legfontosabb tartalma, és ebben alapvetően különbözik mindenféle istenhitű vallásoktól, hogy noha vannak ilyen előfeltevései, hitei, nem tudom milyen fenék, de ezekre is rá lehet kérdezni. Ezek nem evidensek. Az istenhitek, a legfontosabb alapelvekre is rá lehet kérdezni. Az istenhitű vallásoknál nem. Aki az alapvető elvekre rákérdez, az tulajdonképpen megtagadja a vallást. Hogy az, aki az Isten létét... Aquinói Tamás leghíresebb traktátusa, vajon van-e Isten? Így kezdődik, hát rákérdez. Rákérdeznek, de hogyha az lesz a következtetése, hogy nincs Isten, és megtagadja, tehát hogy mondjam, akkor nem pontosan fogalmaztam, nem a rákérdezés, hanem lehet helyette mást is mondani. Aquinói Tamás különben abban az értelemben egy eléggé érdekes felvetés. Bocsánat, a tudományos diskurzusban lehet mást mondani, mint az alapfeltevések, vagy az alapállítások? Lehet, csak nagyon nehezen fogják publikálni. Aha, és hogyha valaki mást mond, akkor eljutunk majd a laposföld hívőzéshez is egyébként, de hogy egyébként nem úgy működik ez is, hogyha valaki a vallásnak, vagy a tudománynak az alapvető állításait felmondja, úgymond, mármint olyan értelemben felmondja, hogy mást mond, akkor annak valami fajta kiközösítés lesz a következménye? Vagy Nobel-díj. Tehát, hogy ez mind a kettő benne van a pakliban, mondjuk. Tehát, az ember fölött, mind a kettő benne van a pakliban, hogy szerintem lehet nem vagy, hanem is. Kiközösítés, és aztán Nobel-díj. Fölrakja az ember a piros tízesre a ruletten a zsetont, aztán mindent vagy semmit. Jó, hát tudok erre példák, tehát hogy egy Williamson nevű jó ember, ő közgazdasági Nobel-díjat kapott a 70-es években, azért, mert azt a tételt bizonyította, vagy azt az állítást bizonyította, hogy a legérettebb piacokon sem tisztán piaciak a viszonyok, mert például vannak vállalatok, ahol a vállalaton belüli kooperációkat és munkacseréket egyáltalában nem piaci elven működtetik. Hogy bizonyos értelemben a szabad piac az feltételezi a hatalmi viszonyokkal terhelt bürokráciáknak a létét. Azóta egy zavarba ejtő az ő tézise, ő Nobel-díjat kapott különben ezért, hogy nem lehet minden gazdasági folyamatot a piaci elvekkel magyarázni. Vagy ugyancsak hasonló a szociológiában ismereteim szerint egyetlen egy embert jelöltek Nobel-díjra, ez a Granovetter volt, ami azért munkás, mert pszichológusok kaptak már közgazdasági Nobel-díjat, tehát akár nem a magatartási közgazdaságtan atya közgazdasági Nobel-díjas. Szóval, hogy a Granovetter azt feltételezte, hogy a piacon nem kizárólag a személytelen mérlegelések és viszonyok határozzák meg a gazdasági cselekvéseket, hanem a
a társas kapcsolatokba való beágyazódottság, ami nagyon kényelmetlenül érintette az ilyen közösségi fundamentalistákat. Az egyik tanítványa a Granovetternek, aki korábban broker volt, az írt egy remek, egy Abolafiának hívják, ő írt egy remek tanulmányt arról, hogy a Wall Street-en a tőzsdei árfolyamokat mennyire befolyásolta, hogy a brokerek előző este kivel mentek el viszkizni a relaxációs viszkijeikre. Szóval, hogy a társas kapcsolatoknak van ilyen befolyásuk a gazdasági történésekre. Ezt én hallottam egyébként a magyar kormánytól is a leminősítések kapcsán, hogy a londoni brókerek bulisztak, és ezért nem értek rá felminősíteni a magyar állampapírokat. Jó, ez csak apró színes kis kitérő volt. Azt hiszem nem ez volt az oka, de ennek az ilyen típusú viszonyoknak vannak. Na most, tehát hogy rá lehet kérdezni a piac alapvető működéseire is, és a közgazdászok szeretik magukat ilyen értékmentes, nagyon pozitív tudománynak beállítani, miközben nem tudok még egy gondolkodási sémát, amelyikben az értéknek annyira kitüntetett szerepe lenne, mint a közgazdaságtanban. De ezek közgazdasági dogmákat sértettek ezek a meglátások. Mindegyik, hogy mondjam, valahol fontos tudássá vált, valahol a gazdaságszociológia egy önálló disziplinává vált, a vállalati menedzsmentek a közgazdaságtanon belül eléggé erős tudományos és praktikus tudás világgá vált. Tehát én azt gondolom, hogy igen, a modernitásban rá lehet kérdezni, de nem, ha tudom bizonyítani. Tehát, hogy az nem úgy van, hogy én azt mondom, hogy a föld lapos, és minek kéne ezt bizonyítani, hanem úgy van, hogyha én teszek egy állítást, akkor bizony teljesen nagyon alapvető téziseket és kiinduló pontokat is rákérdezhetek, csak bizonyítanom kell. Hát amennyiben tudom, de akkor most egy kicsikét beszéltük a vallás helyzetet. Ugye, amiről idáig többnyire beszéltünk, kicsikét szertelenül, de ez így van rendjén, az, hogy a tudomány ugyan azt hirdeti magáról, hogy racionális, neutrális valami, ehhez képest egy számtalan olyan előfeltétellel dolgozik, amit a ráció nem tud igazolni, egyszerűen elfogadunk. Kettő, sokkal több szubjektív elem van benne, mint azt gondolnánk, vagy magáról gondolná. Ez az egyet, hogy a tudomány belső világa, logikája, valósága az milyen, és hogy mennyi vallásos elemet tartalmaz. A másik viszont ugye az a mit tudhatok kérdés, ahol a tudományt a vallással szembeállítják, te is utaltál rá, Balázs. A tudásunk az, ami igazolható, mi mutassanak nekem egy biztos pontot, mi az, amiből egyáltalán ki lehet indulni. És ugye itt a vallás mást mond, mert ő direkt hirdeti azt magáról, hogy nem fogom tudni igazolni, hogy mi tudható, ki a teremtő, honnan jövünk, ezt neked el kell hinni, és ez egy erkölcsi feladat, hogy elhidd, mert hogyha ez tudható lenne és igazolható lenne, akkor ugyebár nincsen üdvözülés. Mert akkor azt minden ember igazolt lenne számára, hogy mi az, amit elvár tőle a túlvilág. Ennek következtében nem esne túl azon az erkölcsi munká, hogy jó legyen és ne rossz. Ennyiben a vallás őszinte, amikor azt mondja, hogy hinned kell és nem tudnod. Azt hiszem, szóval nem vagyok vallásszociológus, és kicsit ilyen dilettáns gondolatokat fogok megosztani veletek. Hallgatjuk boldogan. Azt hiszem, hogy a vallás a modernitásban nagyon sok szempontból elveszítette, vagy legyengült ez a világleíró, világmagyarázó funkciója, és sokkal inkább előtérbe került az erkölcsi mondandója, mi a helyes, mi a tisztességes, hogyan cselekedj úgy, hogy az Istennek tetsző dolog legyen. Bizonyos értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy manapság a vallásnak a fő fundamentumai azok nem a szent könyvek, nem a Biblia, nem a Tóra, hanem a vallás magyarázatok, a zsidók
vallásban a Talmud inkább, vagy a keresztény vallásban inkább a pápai enciklikák és vallásmagyarázatok. Ugye a katolicizmusban különösen erős az a szervezeti sajátosság, hogy az embernek közvetlenül az Istenhez nem lehet kapcsolata, csak a egyházon keresztül Bernard Shaw-nak a Szent Irinájában, hát azért kell Jeanne d'Arc-nak meghalnia, mert ő közvetlenül halladik érte az isteni hangot az egyház kiiktatásával. Na most, hogy ebben az értelemben azt gondolom, hogy egyházaknak csökkenő a jelentőségük, pont azért, mert világmagyarázatokat nem adnak, de azt a dolgot, hogy milyen jellegű elvárásokat, erkölcsiséget fogalmaznak meg, abban van jelentőségük még akkor is, hogyha itt megint csak szokás belegondolni mindezeknek az eltéréseknek a sajátosságaiba. Akár itt a pápa látogatására is hivatkozhatok, hogy ugye a pápa egy csomó szempontból egy konzervatív kereszténységi nézetet vall, azzal a dologgal, hogy a kereszténység a Biblia magyarázatokban az első közé tartozott a Szent Ágoston meg az Aquinói Szent Tamás, akikre már itt az előbbiekben sor kerül, beszéltünk, akik számára a kereszténységnek az univerzalitása volt a legfontosabb tartalma, hogyha úgy tetszik a fele baráti szeretet, amelyikben felebaráti szeretet mindenkitől mindenkire kiterjedő kötelmét, amit az Ágoston deklarált, hát ezt a Aquinói Tamás úgy magyarázta, hogy ha az Isten az embert a saját képére teremtette, akkor az, aki a felebarátját nem szereti, az Isten sem szeretheti. Na most ehhez képest itt a vallás magyarázatokban, vagy a Biblia magyarázatokban nagyon sok ellenkező dolog előkerült, amik nem a Bibliában vannak, hanem a magyarázatokban. Tehát például azt, hogy a homoszexualitást a vallás elítéli, ez a 19. század végén a 23. Leó pápának egy ciklikájában jelent meg, soha korábban. Amihez képest lám, itt megjelenik Ferenc pápa, aki tulajdonképpen... Várja, azért benne van a Bibliában, hogy bűn. Mégpedig a Mózes harmadik könyvében. Tehát effektíve benne van, hogy bűn. Effektív benne van, de ez nem jelenti a kirekesztést. Tehát, hogy a mindenféle bűnökből még nem adódik a felebaráti szeretet megtagadásának. Jó, persze, nem, nyilván, hát igen, ez a nagy félreértés, tehát, hogy azért, mert bűnös vagy, attól még részese vagy a kegyelemnek, de hát bűnt követsz el. Hát igen, hát van mit megbocsátan, meg van mit meggyógyulni. És vannak egyéb bűnök is természetesen. Na most az, hogy itt a vallásból, hogyha ezekre nem a túlvilágról, nem az Isten létéről, hanem ebből eredező magatartási szabályokra következtetünk, akkor ennek akkor is lehet hatása, hogyha világmagyarázatként, meg világértelmezésként ez nem feltétlenül tekintik érvényesnek. Tehát abban a kérdésben, hogy mi a tisztességes, mi a helyes, mi a jó, ebben a dologban ezek a vallásból eredeztethető tartalmak, ugye ez megint csak érdekes, hogy a pápa maga is ezt képviseli, hogy ez nem csak a vallásosokra vonatkozik, és akik követik ezeket az erkölcsi elvárásokat, ő akkor is tiszteli, hogyha úgy különben nem hívők, hogy ezeknek sokkal fontosabb tartalmuk van, mint amennyire magának a Bibliának a felmondása, vagy a hittan és a teológiai igazságoknak a dolga. És egy kis visszakanyarodás az győzőre, hogy tulajdonképpen ez az, amiben egyelőre a mesterséges intelligencia sem produkál. Tehát a mesterséges intelligencia az algoritmikus gondolkodásban már messze meghaladja az emberi képességeket, de a mesterséges intelligenciának nincs erkölcsi vagy esztétikai érzékelése. Nincs akarata, nem tudja megmondani, hogy mi a szép és mi a csúnya, nem tudja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. És hát addig, amíg ez a helyzet, addig azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nem önmagában veszély, hanem amiatt veszély, hogyha szarházi stici emberek kezébe kerül, akik ők maguk se tudják, hogy mi a jó, meg mi a rossz.
Említetted a pápa látogatást, és hát szociológus vagy, bár mondtad, hogy nem vallásszociológus, de arról azért egy kicsit beszéljünk, hogy egyébként a vallásos gondolkodás ma, vagy az elmúlt években mennyire hatja át a magyar társadalmat. Ugye ez mindig egy vita, mennyire vallásos a magyar társadalom, mennyire keresztény a magyar társadalom. Ezt te hogy látod? Ugye ez amiatt egy nehéz kérdés, mert előtte definiálnunk kellene, hogy mit jelent a vallásosság. És hogyha a vallásosságot most a vallás felől nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar lakosság egyáltalán nem vallásos. Tehát nem nagyon jár templomba, nem föltétlenül a vallási elveket követi a mindennapos döntéseiben. Maga módján lehet, hogy feltételezi, hogy van Isten, de messze arról szól a mai magyar valóság, hogy a vallás szervezné az életet. Most van egy másik része a dolognak, ami most bizonyos értelemben nem a vallásról, hanem a politikáról és a politikai identitásokról szól, hogy a politikai kereszténységnek, a politikai a politikát körbefestő vagy kiszínező kereszténységnek kétségkívül van egyfajta ilyen identitás formáló jelentése, ami alkalmasint gyökeresen ellenkezik a vallás eredeti, a vallásból következő elvekkel. Tehát a magyar kereszténység gondolata a politikában kirekesztő, míg a vallásnak az eredeti gondolata az előbb próbáltam jelezni, az a felebaráti szeretetből indul, és arról szól. Tehát ez a... Itt szerintem három dolog keveredik, és nagyon sok esetben szerintem szándékosan. Ugye a tudomány, mit tudhatunk. És ugye a vallásnak is volt egy ilyen aspektusa, ami nem arra vonatkozik, hogy miben kell hinnünk, hanem mit tudhatunk. Adott esetben cáfolásra kerültek számtalan ilyen dolog, amiről azt gondolták korábban, tudhatunk. De valami tudhatunk kérdése. Van a miben hiszünk, mi az az alap, amelyből elrugaszkodik a gondolkodásunk, erre mondtad ugye azt, hogy a tudomány is rengeteg előfeltevéssel operál, illetve van annak ilyen praktikus életvezetési része, még csak nem is erkölcs, ugye, meg igen, ott van a mi a helyes, tehát mi a helyes a nagy egész az univerzum szempontjából, de vannak ilyen nagyon praktikus kérdések, hogy valami tekintély mondja meg, hogy mit kell csinál, és nem azért, mert a magasabb erkölcs így diktálja, hanem azért, mert hogyha nem ez történik, akkor ki fogunk halni. Például, ha nincsen szaporodjatok, akkor a zsidó nép az alul fog maradni a népek árjának küzdelmében a Közel-Keleten. És ez itt egyszerűen egy praktikus tanács van felöltöztetve vallási köntösben. Ezek a szférák, gondolatok, ez mind a tudományban, mind a vallásban keverednek, nem? Én egy más szempont szerint osztályoztam ezt a dolgot. Tehát van az a kérdés, hogy mit gondolok arról, hogy mi a helyes, vagy mi a jó, és ebben kétségkívül vallási kulturális hagyományoknak eléggé komoly szerepük van. De van egy másik típusú gondolatmenet, amelyik arról szól, hogy kategóriákat kreálunk azért, hogy mi magunkat azonosítsuk, hogy mi magunk elhatároljuk magunkat másoktól. Na most ebben az értelemben is van a vallásnak egy, én ezt erre mondtam azt, hogy egyfajta politikai identitás szervező ereje, mi fehér, hetero, keresztény, stb., ami egy politikai identitást is meghatároz, és ebből következnek politikai cselekvések és koordinációk, akkor is, hogyha ebben a kereszténységre való hivatkozásnak semmi köze ahhoz a dologhoz, ami a valláson belülről teológiai elvként, világmagyarázatként, erkölcsi elvként következik. És én nagyjából azt akartam mondani, hogy az első, tehát abban az értelemben, hogy a vallás mennyire befolyásolja az emberek mindennapi gondolkodását, életét, ebben egy nagyon erős szekularizációs, világos, világiasodási folyamat zajlik, míg az identitás
képzésben, ahogy tetszik, populizmusok elfogadásában és így tovább, a kereszténységnek van egyfajta tartalma, amit sokan összekevernek a vallási áhítat meg gondolkodás tartalmával, amelyik ebben az értelemben szimplán egy csoporthoz tartozást ír körül, és a mi télénk és az ők elhatárolódását, a mi felsőbbrendűségünknek a alátámasztását és az ők alacsonyabb rendűségének az alátámasztását szolgáló. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy van a ebben az idézőjelbe tett vallásnak szerepe, de én ezt teljesen ketté választanám. Utolsó tehát, kérdés, mert lassan lejár az időnk, sajnos, hogy erről a csoportok és vallásos hitek és összefeszülések erről nem tudnám eszembe jutni a közösségi média már-már unásig emlegetett buborékai. Igen, hogy ezek mennyire ilyen vallásos, vagy vallásos szerű, vagy valláshoz hasonlóan módon működő csoportok, mechanizmusok. Szekták. Akár szekták, konfliktusok, így van. Abban az értelemben szekták, hogy az istenhitű vallásokhoz hasonlóan ezeken a buborékokon belül nem illik, nem szokás alapvető kérdéseket feltenni. Biztos, hogy nem tudományos gondolkodás az, ami a buborékban megjelenik. Abban az értelemben azt gondolom, hogy egy másik jellegű probléma, amin szintén el kell tudni gondolkodni, hogy ez a Facebook kommunikáció, ez műfajában és stílusában kizárja a értelmes gondolkodást. Tehát, hogy itt egy mondatokon belül érzelmeknek, meg emo jelekkel, érzelmeknek lehet hangot adni, szimpátiáknak, odatartozásoknak lehet hangot adni, olyan típusú beszélgetést, mint amit mi folytatunk itt, olyat nem lehet a Facebookon lefolytatni. A Facebookon nem lehet, bárkit elküldhetek bárhova a Facebookon, ezt bírja ez a stílus. Azt a dolgot, hogy na most mégis csak hogyan gondolod ezt, vagy mi volna a válaszod arra, hogy így vagy úgy. Ezt a beszélgetős, gondolkodós, sok szempontból a egyéni gondolkodás torzulásainak a kivédésére alkalmas kollektív kontroll és bölcsesség dolgára a Facebook nem alkalmas. Én azt gondolom, hogy ez fontosabb annál a vallásos tartalmánál, ami a kétség kívül a buborékokban benne van, mert hogy ebben az értelemben ez a típusú kommunikáció, pláne amikor ez kielégítő kommunikáció, akkor a sokkal súlyosabb tagadása a modern tudományos, racionális gondolkodásnak, mint ami abból származik, hogy a vallásból azzal ellentétes állítások, vagy ellentétes előfeltevések következnek. A Facebook elhűít bennünket, és ez most, ez, hogy mondjam, ez legyen az ászló. Itt rátok is vonatkozik, meg rám is vonatkozik, meg... Viszont tehát, most tudunk normálisan beszélgetni. Így van, de ez legyen a végső, a Facebook elhűít minket, ebben... És nem kezdem meg az ezzel kapcsolatos szkeptikus megjegyzéseimet, hogy ez valóban a Facebooknak tudható be vagy magunknak, mert abban az esetben a következő órát is végigbeszélnénk. Én csak ehhez egyetlen egy dolgot, hogy mi nagyon sok mindenért a Facebookot okoljuk, miközben nem a Facebook diktálja azt a dolgot, hogy mi olyan privát dolgainkat, meg személyes ügyeinket osztjuk meg a Facebookon, amire normálisan a nagy érdemű közösségnek semmi köze nem kellene. Ugye ebben igenis mi vagyunk a ügyék, nem a Facebook. Köszönjük szépen Krémer Balázsnak, hogy beszélgetett velünk, mi pedig folytatjuk nem sokára tovább a műsorunkat. Köszönöm, minden jót. Szervusztok. És akkor ez itt újra a Nagy Kép, Németh Róberttel és velem. Én Hont András vagyok, és a következő vendégünk Szilárd Réka, a Szegedi Tudományegyetem docense. Az előző beszélgetésünk ugye a vallásnál ért véget, meg különböző funkciók, amelyek tudományban, vallásban keverednek. Folyamatosan olvashatjuk azokat a híreket, kimutatásokat, amelyek arról szólnak, hogy csökken a felekezethez tartozóknak a száma, de hát ahova körülbelül az előző beszélgetésünk is konkludált, hogy rengeteg olyan vallásos hitbéli elem, vagy olyan
hitbéli elem, amelyet a valláshoz kapcsolnánk, az megjelenik más területeken, például a tudományban, de hogy a kérdés, amire szerettem volna kiukadni, és amivel ezt a beszélgetést elindítani, az úgy hangzik, hogy miközben van egy látszat, hogy csökken a vallásosak száma, hogy csökken-e a ténylegesen a vallási igény a modern társadalomokban, vagy ez korán sincsen így? Hát ez egy meglehetősen komplex kérdés egyébként, mert azt azért... Olyanokat szoktunk feltenni általában. Szóval, hát körülbelül a 19. század végén, 20. század elején jött létre az a fajta prognózis, amelyet ma már inkább szekularizációs tézisnek hívunk, amely szerint a vallás az el fog tűnni a világból. Tehát ugye pont a tudománynak az előretörése által egyre kevésbé lesznek szükségesek a vallási válaszok. Ezt olyan kutatók, olyan emberek mondják, akik ebből az időszakból, például nem tudom, James Fraser, vagy Sigmund Freud, vagy hát akár persze Karl Marx és a többiek. Ezt aztán úgy tűnik, hogy nem igazán jött létre ez a fajta prognózis, tehát azt látjuk, hogy körülbelül a 60-as években egyébként leginkább először Amerikában tűnt ez föl, és ott is leginkább a vallásszociológusok kezdték el értelmezni azt a kérdést, hogy már nem mérhető a vallásosság azokkal a szociológiai felmérésekkel, amelyekkel korábban mérhető volt. Ugye a régebbi időszakokban alapvetően azért, mikor az ember beleszületik mondjuk egy középkori társadalomban, nem igazán van lehetősége változtatni sem identitásában, sem vallásában. 20. század közepe tájékán azonban az egész világ, ezek a posztindustriális társadalmakban való jelenlét kapcsán elindult ez a fajta, hát nevezzük így, hogy identitásválasztás, vagy lehetőség, és ebben benne van a vallás is. Tehát már az a kérdés, hogy jár-e ön templomba mondjuk minden héten vasárnap, ez a kérdés már nem fedi le a vallásosságnak a kritériumait. Főleg már csak azért is, mert bőven elképzelhető, hogy a válasz erre az, hogy persze, csak szombaton. Pontosan, vagy pénteken, vagy éppen, igen, vagy éppen nem templomba járok, hanem meditálok. Ugye ezek a klasszikus, tehát erre felfigyeltek ezek a kutatók, és aztán egyre inkább feltűnt az, hogy jól lehet a vallás, nem tűnik el, tehát nem úgy néz ki ez a dolog, hogy hirtelen az emberek kevésbé vallásosak, hanem egyre inkább az lett a trend, hogy így mondjam, hogy a felekezeti vallásosságba egyre kevesebben kapcsolódtak be. De ez nem azt jelentette természetesen, hogy a vallás az mint olyan, az egyszerűen vaporizálódik így a társadalomban, hanem az ennek emberek elkezdtek különbözően... Bocsánat, a felekezeti... Igen, erről egy picit beszéljünk. Hát ez egy jó kérdés, nagyon sokféle válasz van erre, de talán a leg, hát hogy is mondjam, csak népszerűbb válasz erre az, hogy ezek a komoly intézmények, ezek az egyházak, például a római katolikus egyház, de nevezhetünk másfajta nagyobb intézményi struktúrákat is. Ezek azért, hogy így mondjam, lomha szervezetek, tehát nehezebben tudják követni a világban létrejövő változásokat, és egy idő után bizonyos, az embereknek bizonyos csoportja úgy érzi, hogy nem adnak választ az ő kérdéseire, vagy spirituális igényeire. Tehát, hogy visszavonul egy ilyen tradicionalista nézőpontba, és az emberek bizonyos csoportjai, rétegei úgy döntenek, vagy úgy gondolják, hogy tehát ez az egyik válasz, hogy rideggé válik az intézményrendszer, és nem elégíti ki minden embernek mondjuk ezt a fajta spirituális igényét. Hát a másik válasz az nyilván a globalizációban keresendő, illetve abban, hogy vagy mondjuk a tömegkultúra, tömegkommunikációban, tehát az, hogy egyre nagyobb vallási turbulenciákkal találkozhatunk már, hogy így mondjam, a hétköznapi életünk során, tehát mondjuk amíg 1912-ben nem biztos, hogy össztársadalmilag mondjuk ismert volt a buddhizmus például, mint egy vallási hagyomány. Ugye ez mondjuk 2023-ban már magától értetődő, hogy vannak ilyen típusú vallások, a buddhizmustól, ja, a repülőspakettis szörnyegyházig. Így van. Tehát, hogy egy óriási vallási turbulenciának vagyunk a szemtanúi, vagy már egy jó ideje egyébként. Nyilván Magyarországon, vagy mondjuk a közép-kelet-európai társadalmakban inkább a rendszerváltás után özönlött be ez a fajta hát vallási piac, nevezzem így. Korábban mondjuk a 60-as évektől Amerikában ez azért már látható. Szóval kialakul egy óriási nagy választék egyben, és ez egyben van azzal, hogy az emberek meg is választhatják maguknak immár, hogy hova szeretnének csatlakozni. Ez az egyik oldala ennek a dolognak, és a másik oldala ennek a dolognak, hogy nem is kell feltétlenül egy
csoporthoz, vagy mozgalomhoz, vagy vallási tradícióhoz kapcsolódni. Tehát valójában a mai ember nagy nyugodalomban megválaszthatja azt, tényleg olyan, mintha kimennénk egy piacra, és uborka, paprika, alma és nem tudom, kolbász helyett mondjuk vásárlunk magunknak egy kis feng shuit, egy kis szűzmária szobrot, némi tankönyvet, nem tudom én mondjuk a reinkarnációról, és a többi, és a többi. Csak ez gyakorlatilag azt látjuk most legalábbis szociológiai vagy társadalomkutatói értelemben, hogy nem a vallásosság az, ami eltűnik, tehát az a prognózis, amelyet a szekularizációs tézis olyan nagyon erőteljesen hangsúlyozott, hogy itt a tudomány mindenre választ fog kapni, vagy adni, bocsánat, és az embereknek egész egyszerűen nem lesz szükségük arra, hogy vallásosak legyenek. Ez gyakorlatilag nem igazolódott be, egyre inkább azt látjuk, hogy az emberekben megvan a spirituális igény, csak nem feltétlenül olyan módon látható ez, ahogy korábban látható volt, például mondjuk egy felekezeti hozzátartozással. A nagy kérdések ugye nyilván megmaradtak, születés, halál, így van. Mi véget vagyunk itt, mit helyes tennünk, mit nem szabad tennünk, és hosszan sorolhatnánk azokat a nagy kérdéseket, amikre nyilván, vagy legalábbis szerintem nyilván a tudomány nem tud teljes egészében választ adni. Ez a te hited, amelyhez, hogy is mondjam, ragaszkodsz. És, persze, azért mondtam, hogy szerintem nem tud választani. Így van. Hogy viszont az tény, hogy ezekre a nagy kérdésekre, ha nem a vallás, vagy a klasszikus értelmet vallásosság és az egyházak adnak választ, vagy biztosítanak teret, hol találják meg ezt az emberek mostanság, vagy mondjuk a... Hát mindenhol. Okay. Akkor ezt szállazzuk szét mindenhol. A mindenhol. Tehát egész egyszerűen óriási, hogyha a vallást egy közgazdaságtani tényezőnek is tekintjük, vagy inkább így mondom, inkább máshogy fogalmazok, azt mondom, hogy úgy veszük a vallást, mint egy piaci szereplőt, akkor azt látjuk, hogy a különböző vallások, különböző vallási tartalmak, különböző spirituális tanításoknak a piaca az óriási. Tehát az internettől elkezdve könyvkiadókon keresztül, ugye talán mindannyian emlékszünk arra, amikor a 90-es években megindult az édesvíz kiadó. Pont, most ebben a pillanatban akartam mondani az édesvíz kiadót. Abszolút, tehát az egy óriási piaca volt. Most ez a piac azóta sokkal inkább bővült, nyilván a technológiai újításoknak köszönhetően, az internet, tehát tényleg bárhol, rádió, televízió, tömegkommunikáció, könyvek formájában, és ne feledjük el, hogy van egyrésztről van ez az ilyen szájról szájra terjedő, mondjuk ilyen vallási táborok talán, vagy ilyen összejövetelek, kisebb mozgalmaknak a táborai, ezek most már vallásos fesztiválokká kezdik magukat kinőni. Igen, tehát hogy olyan most már világszerte azt látjuk, hogy mindenhol gyakorlatilag hatalmas életmód és vallási fesztiválokat szerveznek a különböző országoknak az ilyen jellegű csoportjai, amelyek mondjuk nem is feltétlenül, vannak olyan fesztiválok, amelyek adott felekezethez kapcsolódnak, de vannak olyan típusú spirituális fesztiválok, amelyekben pont az a lényeg, hogy ezt az óriási piacot valamilyen módon megmutassák, tehát gyakorlatilag egy ilyen szinkretista, többféle vallási elképzelést megmutató hatalmas palettákkal tudunk találkozni. Szóval ilyen például mondjuk nem tudom, hogy ez mennyire volt hallható az előbb a vonalban, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban a Burning Man Fesztivál, ami nem egy... Nem oda is hivatagban, ugye? Így van, eredetileg az egy művészeti fesztivál koncepcióval indul el, de azt látjuk, hogy óriási spirituális tartalmak vonultat fel, de számtalan ilyen fesztivál van, szóval Magyarországon itt is egy kicsikét álljunk meg, mert elértünk egy olyan aspektusához ez a tudomány versus vallás kérdésnek, amire idáig még nem esett szó, ez mondjuk az extázis. Tehát amikor az ember eljut abba az állapotba, hogy kilép a tudatosan vezérelt életéből, és találkozik egy olyan lelki állapottal, egy hangulattal, eufóriával, amelyről úgy gondolja, hogy ezt már nem ő irányítja, ez ugye egy vallási élmény, meg átélés. Na most ezt megpróbálják egyesek lefordítani pusztán kémiai folyamatokra. Ez megint egy ilyen vita, hogy
feloldhatatlan, mert hogy valószínűleg, ha végignézünk az egész életünk, vagy végignéznénk az egészet, ha lehetne mindent bizonyítani és vizsgálni, akkor valószínűleg tényleg lehet szaladgáló neuronokra ként leírni ezt a folyamatot. Viszont, hogy erre miért van szükségünk, miért van igényünk, azt meg nem. Tehát, hogy a vallás meg tudomány ismételten, szerintem ugye nem mondtuk ki, de az előző beszélgetésben is kiderült, hogy csomó esetben kiegészíti egymást, nem szemben áll egymással. Éppen akartam volna mondani, és aztán visszaadom a szót, mert ne csak mi beszélgessünk, hogy ugye hát létezik a vallásos tudós, mondjuk, aki egy bizonyos pontig hisz az empirikus dolgokban, és egyébként azt mondja, hogy vannak nem megokolható, vagy nem megérthető, vagy megismerhető dolgok. Szóval ezek nem zárják ki egymást nyilvánvalóan. Abszolút nem zárják ki egyébként, tehát számtalan természettudóst ismerhetünk, akinek meggyőződése az, hogy van valamilyen fajta metafizikai valóság. Szóval erről azért így viszonylag mondjuk tudományos körökben is egy ilyen relatíve nagy gyakorisággal találkozhatunk. Ami az eredeti kérdésfeltevést illeti, hogyha jól értettem, szóval az az igazság, hogyha megnézzük azt, tehát mondjuk egy kultúratudományi kontextust adunk ennek a kérdésnek, akkor azt láthatjuk, hogy valójában az emberiség történetében nem is nagyon ismerünk olyan kultúrát, amelyik, hogy így mondjam, ne termelt volna ki valamilyen vallásos jelenlétet. És ez egyben arra is ösztönöz bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy ezek szerint akkor a vallásosság, mint olyan, az egy antropológiai állandója az embernek. Tehát vannak kutatók, akik azt mondják, hogy a homo sapiens mellett beszélhetünk arról is, hogy homo religiózus. Tehát, hogy az embernek sajátja az, hogy van egy nyitottsága, valahol, hogyha ezt kémiailag is le akarjuk fordítani, azzal szerintem semmi probléma nincs. Tehát például mondjuk a kognitív vallástudomány az éppen ilyen kutatásokkal foglalkozik, hogy amikor egyes emberek például meditálnak, vagy transz, vagy megváltozott tudatállapotba kerülnek, akkor felraknak a fejükre például egy EEG-sapkát, és megnézik azt, hogy mi történik akár az hullámokkal, vagy tényleg mondjuk akár molekuláris szinten, vagy biokémiai események hogyan zajlódnak le például a agyban, vagy a testben. Tehát ilyen kutatások például vannak, nem is feltétlenül kell egymással szembeállítani ezt a két dolgot. Egyet biztosan el lehet mondani, hogy a vallásosság, vagy a vallási élmény az élményszerűségében bizonyosan nem empirikus volumen, illetve hát nyilván fel lehet mérni, de nem az a fő célja. Másfelől a tudomány, mint ami egy nagyon, hát legalábbis igyekszik az objektivitás közelében maradni, ott elsősorban az empíria, illetve a kiszámíthatóság, tehát ezek az ilyen nagyon strikt, hogy így mondjam, itemek azok, amiknek a mentén szerveződik. A vallás persze nem így szerveződik. Az, hogy van az embernek a spiritualitásra egy igénye, ezt társadalomlélektanosok, szociálpszichológusok, pszichológusok, nagyon-nagyon sokféle tudomány föltárta már igazából. Tehát az, hogy ennek mi a kémiája, az egy hozzáadott értéke lesz tudományosan a dolognak, de a szubstanciáját, a lényegét azt gondolom, hogy nehezebben tudja megfogni. Mert hát arra a hit vonatkozik végül is. Hát igen. Tehát mi például mondjuk vallástudományi értelemben tudunk vizsgálódni úgy, hogy azt mondjuk emberek egy csoportjának, hogy adjanak számunkra mondjuk interjúkat, ugye ezt csinálta William James egyébként Amerikában a valláslélektan megalakulásakor, hogy interjúkat készített emberekkel a vallásos élményeikről, és akkor ezt megpróbálta tipologizálni, és azt mondta, hogy akkor nézzük meg, hogy a vallásos élmény, a vallásos tapasztalat az pontosan hogyan írható le mondjuk a tudomány eszközeivel. De ezzel nem akarta természetesen megsemmisíteni sem a hitet, sem a vallást. Tehát ilyen értelemben talán azt tudom mondani, hogy vallástudományilag valamit megpróbálunk kutatni vagy értelmezni, akkor mi nem a vallást akarjuk megsemmisíteni a tudomány eszközeivel, sőt nem is a vallást akarjuk igazolni a tudomány eszközeivel, hanem alapvetően a vallást, mint egy társadalmi konstruktumot fogjuk föl, és annak a funkcióiról, jelentőségéről, tipológiáiról, stb. Tudunk értekezni, ami talán előre visz valamelyest bennünket. Ön foglalkozik új pogány mozgalmakkal is, ha jól tudom. Igen. Ennek mi a
szerepe, ihletettsége, hogy visszanyúl emberek közössége egy mondjuk kereszténység előtti nagyon régi, nagyon ősi, nagyon más hitvilághoz, működéshez, közösségi léthez? Ez társadalomtól függ. Tehát nagyon érdekes az, hogy amikor én elkezdtem foglalkozni az új pogánysággal, amit nagyon jól összefoglalt. Egyébként, bocsánat, egy zárójelet tegyünk, mert mi az az új pogányság? Mert ez igen, biztos, ezt hogy nyilvánvaló a hallgatóknak. Igen, épp ezt akartam elmondani, hogy ő nagyon jól összefoglalta egyébként, tehát, hogy itt alapvetően kereszténység előtti ősi, archaikus kultuszoknak a rekonstruálásáról van szó. Amikor azt mondjuk új pogány vagy neopogány, akkor ezekre a típusú mozgalmakra gondolunk. Tehát olyan csoportok, amelyek azt gondolják, hogy egy kereszténység előtti ősi vallási igazságot próbálnak meg, hát, hogy így mondjam, rekonstruálni. Miért van ennek reneszánsza? Hát ennek talán most egyébként annyira már éppen nincs. Alapvetően ez is a nyugat-európai, illetve az angol szász világban indul el, szint ugye 60-as években. Nagyon érdekes az, hogy például ezekben a társadalmakban van egy óriási különbség a kelet-európai verziókhoz képest. Tehát amíg nyugaton, most ilyen nagyon egyszerűen szólva, amíg nyugaton az újpogány mozgalmak alapvetően egy liberális politikai beállítódáshoz kapcsolódnak, egy politeista világot próbálnak megrekonstruálni, középpontban abszolút a természet, a környezetvédelem, a nemi egyenjogúság, ugye ez a női isten és isten párja, tehát hogy nagyon olyan típusú mágikus, nem tudom, rítusokat és tanításokat igyekeznek újraéleszteni, amelyekben sokkal fontosabb, a 60-as évek végéről beszélünk itt megint csak, tehát amikor elkezdődik ez az egész környezetvédelem, természetvédelem, az intézményes egyházak ellenében történő állásfoglalás, és hát nyilván ott van az is ebben a dologban, hogy ugye itt alapvetően ezek a csoportok minél ősibb, minél archaikusabb vallási formációkat, hát hogy így mondjam, tehát ezekre fókuszálnak. És ott egyébként, tehát ebben a nyugati társadalmakban, az Amerikai Egyesült Államokban, vagy az angol szász világban ezek a típusú pogánymozgalmak, új pogánymozgalmak működnek, alapvetően kis csoportos formákban, úgynevezett kovenekben. Egyik kedvenc, ja bocsánat, csak igen. Közbeletést akartam tenni, hogy egyik kedvenc brit könnyűzenészem Julian Cope, több könyvet is írt ezekről a főleg angliai, de európai ilyen megalitikus pogány helyekről. Igen. Ezt csak el kellett mondanom, mert van egy ilyen... Egy fontos kultúrtörténeti adalék volt ez. És akkor nagyon érdekes az, hogy amikor Kelet-Európában vagy Közép-Kelet-Európában a vasfüggöny leomlása után itt is megindulnak ennek a típusú remitologizáló hajlamnak a kifutásai, tehát a mi társadalmainkban is, tehát akár Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna, stb. Mindenhol megjelennek olyan típusú csoportok, amelyek azt mondják, hogy nézzük meg, hogy mi volt a mi, hogy így mondjam, nemzeti ősvallásunk. És akkor ezzel gyakorlatilag már az értő hallgató valószínűleg, hogy így mondjam, össze is tudja tenni a képet, mert abban a pillanatban, kimondom, hogy nemzeti ősvallás, abban a pillanatban már látjuk azt, hogy itt alapvetően tehát hogy ténylegesen egy nemzeti ősvallást akarnak keresni ezek a csoportok, tehát mondjuk a Magyarország esetében az ős magyar vallást akarják megtalálni, így van, és azt mondják, hogy a kereszténység vagy a keresztény egyház az egy erőszakos, krisztianizáló törekvéseknek áldozata a mi nemzeti csoportunk, tehát nekünk meg kell találnunk a saját ősi vallásunkat, mert attól leszünk, hogy így mondjam, önazonosak. De amiről beszélünk, az két ellentétes folyamat. Egyfelől ugye diversifikálódás, másfelől meg egy univerzalizálódás. Abszolút. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy a fogalom maga, mint az új pogányság, az egész világon, legalábbis a vallástudományi szakirodalomban egy nagyon ismert jelenség, de a keleti vagy közép-kelet-európai verziói ennek radikálisan mások. Tehát először is, amiket pont az előbb elmondtam, tehát mondjuk politikai preferenciákat illetően abszolút inkább a szélső jobb felé tendál, mágikus vagy ilyen vallási tanítások helyett nacionalista eszméket inkorporál a tanításaiba. A természetvédelem ugyan érdekli, de egész máshogy, mint mondjuk az amerikai verziókat. A nemi egyenjogúság vagy a gender kérdés az teljesen kívül is marad ezekből. Tehát látjuk azt, hogy a két
mondjuk típusú társadalmakban, nyilván azért, mert a mi történelmi múltunk, tehát a közép-kelet-európai társadalmaknak a történelmi múltja egészen más, ugye, mint mondjuk az Amerikai Egyesült Államoknak. Tehát ezek a helyi verziói egész máshogy alakulnak ki, tehát valójában ellentétes típusú mozgalmak jönnek létre, amelyeket ugyanígy az új pogányság szó alatt tudunk kategorizálni. Amelyikben ugye, ha jól értem, az a közös, ami univerzális az, hogy visszamennek a kereszténység előtti időkre, ami pedig divers az, hogy mindenféle ilyen lokális fejlődési, történeti, politikai dolgok szabdalják szét, vagy teszik különböző ezeket. Így van. Annyira válaszoljon még nekünk röviden, és aztán sajnos kifutunk az időből, pedig szívesen folytattuk volna, hogy ezek a folyamatok, amelyekről beszéltünk, azok mennyire csupán a nyugati világra jellemzőek, a keresztény világra jellemzőek, avagy megtalálhatók ezek mondjuk az iszlám területeken is, vagy buddhista. Melyik folyamatokról beszélünk, a vallási átalakulás folyamatairól? Így arról és arról, hogy visszanyúlnak, vagy megpróbálnak visszanyúlni a tétes vallás előtti lokális hitekhez. Ja, értem, tehát az új pogánysággal kapcsolatosan mennyire. Hát kevésbé jellemző ez az iszlám világra, azt gondolom, de mondjuk teljes Ázsiában például, hát ott, szóval nem az az igazság, hogy így mondjam, worldwide, tehát ilyen világszerte nagyon nehéz egységes trendeket megállapítani. Tehát, és még hogyha meg is tudnánk állapítani egységes trendeket, akkor is bele lehet kötni. Tehát most azt mondom, hogy a felekezeti vallásosság csökken, de ez csak Európában csökken. Amerikában virágzik a felekezeti vallásosság, de az egy egészen más funkciójú vallásosság, mint amit mi Európában vallásosságnak gondolunk. Ázsiában óriási vallási turbulenciák vannak, de az is egészen más. Tehát például mondjuk a japán társadalomról el lehet mondani azt, hogy még mindig a japán társadalomnak a nagy százaléka az a sintó kultúrkörhöz kapcsolható, amiben ugye rengeteg vallási tematika van. Jól lehet mondjuk a modernkori, vagy a posztindustriális, vagy a metamodern japán embertípus már nem a vallási embertípus. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon rétegzett helyzetek, azt lehet mondani, hogy szinte minden társadalomban vannak olyan csoportok, akik vissza akarnak nyúlni valahova. Mondjuk az iszlám szintjén nem az iszlám előtti vallásossághoz nyúlnak vissza, hanem inkább egy ilyen fundamentális alaphoz, ami mondjuk maga a Korán, vagy a Koránnak az értelmezései, de ezt nem lehet elmondani, tehát hogy mondjam, ilyen tömbszerűen nem lehet erről beszélni, mert az iszlám sem, maga sem egységes. Tehát az iszlám is egy borzasztóan heterogén, az csak külső nézőpontból tűnik úgy, hogy ez egy homogén valami. Igen, valószínűleg ez az, amiről holnap reggelig beszélünk. Így van, az a helyzet, hogy már nem korán van, hanem későn. Annyira tudtam, hogy valamelyikünk el fogja sütni ezt a, hát poénnak nem nevezném, de... Köszönjük Szilárdi Rékának, a Szegedi Tudományi Egyetem docensének, hogy itt volt velünk, mindjárt folytatjuk tovább az adásunkat. És folytatjuk az adásunkat, ez itt a Nagykép Németh Róberttel és Hont Andrással, és a következő vendégünk Pintér András Gábor, vagy Pintér Gábor András? András Gábor, jó napot kívánok! Pintér András Gábor a Szkeptikus Társaságtól. A mostani műsorunk témája vallás versus tudomány, vallás és tudomány, hogy ezek mennyiben egyező, mennyiben pedig egymás kizáró területek. Az ön véleménye micsoda? Tudomány és vallás összeegyeztethető, vagy a tudomány meg fogja haladni a vallást, vagy már meg is haladta? Hát azt semmiképpen nem állítanám, hogy a tudomány meghaladta a vallást. A vallás az egy olyan szükség sok ember számára, amit a tudomány nem tud helyettesíteni. A tudomány nem is hivatott erre egyébként. Tehát ezzel is tisztában kell lenni. Ami igazán fontos a kettőnek az ellentétében az, amikor tudományos kérdéseket próbálunk vallási alapokon magyarázni, akkor ott konfliktus van. És vagy amikor a tudomány olyan területet kezd el vizsgálni, ami a vallásnak a területére... Mondaná erre példát? Hát például az, amikor arról beszélünk, hogy olyan hitek, olyan elképzelések, a csodákban való hit például, amikor a szeplőtelen fogantatásról beszélünk. Amikor ilyen témákról azt mondjuk, hogy tudományos alapossággal próbálunk megnyilvánulni, akkor ott lesz egy konfliktus a tudomány és a vallás
tanításai, vagy hát megállapításai között. Hát vagy a Biblia ugyanígy, és a tudomány között, ami nem feltétlenül a vallást jelenti. Tehát, hogy ugye bár így van, sztori, de egy másik példát, másik irányba mondanék egy másik példát, amikor valaki például azért tagadja az evolúciót, mert az ő vallási meggyőződésével, vagy az általa a Bibliából kiolvasott gondolatokkal nem összeegyeztethető. Jó, maradjunk az evolúciónál, meg a teremtésnél. Jó. Hogy, mert ez egy ilyen konkrét, jól lehatárolható kérdés, mert ön azt említette, hogy a vallás kvázi, nem ezt a kifejezést használta, de lefordítom erre, lelki igény, ezt a lelki igényt a tudomány nem tudja kiváltani, de szerintem itt van egy másik kérdés is, amiben belebotlunk. Ha az evolúciót említette, és elfogadjuk az evolúciót, az még mindig nem ad arra választ, hogy miért van evolúció, miért van élet, csak az, hogy hogyan fejlődik az élet. Hát olyan értelemben, ugye a miért, az egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye mindig azt feltételezi, hogy valamiféle szándékra akarunk rákérdezni. Itt el kell dönteni, hogy szándékra akarunk rákérdezni, vagy okokozati összefüggés. Nem, egy tényre kérdezünk rá. Létezünk. Miért az létezünk? Na igen, de ez egy filozófiai kérdés, az, hogy miért létezünk. A filozófia nem tudomány? Hát a filozófia a tudománynak az atya, de alapvetően azért a tudomány azzal, hogy egy saját módszertant felállított saját magának, egészen más területekre tévedt, és egészen kiterjesztette a hatáskörét, és ez a szigorú módszertan azért nem feltétlenül kell, hogy a filozófusokat kösse, és az ilyen jellegű filozófiai kérdésekben nem feltétlenül kell nekünk ezekhez tartanunk magunkat. Mint ahogy tehát, hogy az sem, hogy miért létezik a világegyetem. Ezek nem tudományos kérdés, mert nem vizsgálható tudományosan, hogy miért létezik valami. Az vizsgálható tudományosan, hogyha látunk egy bizonyos jelenséget, akkor amögött a jelenség mögött esetleg milyen valamilyen háttérható tényezők lehetnek. Mert ezeket apránként lehet vizsgálni, de önmagában egy ilyen válaszra, hogy miért létezünk, a tudománynak nem kell, hogy legyen válasza. Vagy egy kérdésre, bocsánat, egy ilyen kérdésre, hogy miért létezünk, a tudománynak nem kell, hogy legyen válasza. De arra viszont igen, olyan fogalmakkal operált, amelyek nem magától értetőek. Például azt mondta, hogy vizsgálat. Az micsoda? Ki vizsgál? Mi az, ami tőlem független objektum? Mi az, ami ebben előfeltevés? Ugye Kantnak a teljes életművét, vagy az életművének egy jelentős részét, nem a teljeset, bocsánat, a megismerésnek a korlátainak kimutatásának szentelte. Hogy milyen olyan kategóriák vannak, amitől az ember nem tud elrugaszkodni. Nem tudunk úgy gondolkodni, hogy azonos, tőle különböző, mint kategóriát figyelmen kívül hagyom. Egy, sok, megint csak. Vannak ilyen kategóriáink, amelyek az emberi elmének az immanens részét képezi. Ez így van, és pontosan ez az, ami miatt az, hogy bár azért tudományfilozófia értelemben nem lehet egységes tudományos módszerről meg módszertanról beszélni, de azért mégis vannak olyan sarokpontok, amik mentén el lehet indulni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a tudományos vizsgálat, vagy amikor azt mondjuk, hogy a tudomány megállapításai, akkor tulajdonképpen arra gondolunk, hogy valamilyen módon megpróbálunk mégis távolságot tartani a saját szubjektumunktól, és egy olyan egységes rendszerben gondolkodni, ahol egymás munkájának, egymás megállapításainak az ellenőrzése zajlik. És erre például már Galilei idejében egészen jó megoldások voltak, amik elsősorban például a matematikának, mint nyelvnek, mint leíró nyelvnek a használata volt az, ami például nagyon sokat lendített elő, vagy előre ezen a folyamaton, mert azt mondta, hogy igen, az, hogy én tehát például nem elég az, hogy azt mondom, hogy az idő mérése, nem elég az, én például most éppen egy Németországban, Nürnberg mellett, egy autópályán állok a dugóban. Higgyel, nagyon-nagyon hosszúnak tűnik az az idő, amikor eltelik 10 perc. De az idő mérése az lehetővé teszi azt, hogy ne az én szubjektív megítélésem alapján döntsük el, hogy most sok időt eltel, vagy kevés időt. De van egy olyan előfeltevés, amelyre mégiscsak építkezik ez az időmérés. Krémer Balázs szociológussal beszélgettünk ennek a műsornak az első órájában, és pont a matematika került szóba. Hogy ha már megvan az axiómánk, hogy mi az, hogy szám, mi az, hogy egy, abból már rendszer tudunk építeni. De az, hogy mi a szám, arra a matematika a saját alapvető munkaeszközére nem ad választ. Ez az axiómák egyik alapvetése, tehát hogy ott nem kérdésként fogalmazunk meg valamit, ha már egyszer axióma lett belőle, de
a matematikában az a jó és az a megbízható, a megbízhatóság jár a matematikának az alkalmazásával, hogy nem kell feltétlenül ilyen kérdéseken fönnakadnunk, mert hogy tudjuk egy univerzális nyelvként használni. És alapvetően leginkább ténylegesen nyelvként lehet használni a tudományban a matematikát, és nem valamiféle célként, vagy nem valamiféle tudományos kutatás területeként, hanem ez egyfajta segédeszköz. És úgy tűnik, hogy univerzális. Tehát, hogy ez egészen addig, amíg nem euklidészi matematika fel nem lép. Igen, de hát azért, tehát ezek azért extrém helyzetek, extrém esetek, amikről szó van, mint ahogy ugyanígy lehet arról beszélni, hogy a fizikában is egyáltalán nem mindegy, hogy newtoni fizikáról beszélünk, vagy az einsteini fizikát emlegetjük, de tulajdonképpen mégis az esetek többségében nekünk bőven elegendő newtoni fizikával dolgoznunk, és nem kell a sokkal bonyolultabb számításokat igénylő einsteini fizikával dolgozni, amikor olyan megfelelőek a körülmények. Váltsunk egy kicsit témát, bocsánat, mielőtt a teljesen, hogy egy képzavarral érek, belefulladunk a kockás papírba. Igen, ez a támogatás. Szóval váltsunk témát, mivel szkeptikus a szkeptikus társaság? A szkepticizmus lényegét szeretném akkor ezzel kapcsolatban tisztázni először. Tehát ugye a szkeptikus szó az olyasmi, amit most már elég el sikerült elcsépelni, mert hogy mindenki, ha valamiben kételkedik, akkor ugye azt használja, hogy ő szkeptikus. Ráadásul ugye most a Covid alatt itt jöttek az oltásszkepticizmussal, meg a vírusszkepticizmussal, meg az egyébben is, meg a klímaszkeptikusok is ott vannak. Na, a tudományos szkepticizmus, amit mi képviselünk, a Szkeptikus Társaság Egyesület, az arról szól, hogy alapvetően a tudomány általános módszereit vagy módszereinek halmazát tekintjük a világ megismerésére alkalmas legjobb eszköznek. És éppen ezért, mivel ebből indulunk ki, ebből ezért úgy gondoljuk, hogy azt érdemes számon kérni, hogyha valaki erre hivatkozva valamilyen megállapítást tesz, akkor azt kérdőjelezzük meg egészen addig, amíg a megállapításai nem állnak tudományos értelemben szilárd talajon. Tehát ez ki dönti el? Hát erre nagyjából azt lehet, ezt nem nekünk kell eldöntenünk, tehát nem a szkeptikus társaságnak kell eldöntenie, hanem a szkeptikus társaság is azt mondja, hogy nézzük meg a rendelkezésre álló információkat, és a rendelkezésre álló információk ott vannak a szakirodalomban. Tehát a szakirodalmi adatok, a szakirodalmi információk lesznek azok, amik alapján el lehet dönteni valamiről. Van, amikor nem lehet eldönteni, de úgy általában azért egész hamar kiderül, hogy mondjuk mi az, ami működik, mi az, ami nem. Mondok egy nagyon jó példát, amit úgy szoktunk emlegetni, mint a szkepticizmus állatorvosi lobát, ez a homeopátia. A homeopátia egy olyan terület, aminél természetesen vannak pro és kontra a hatásossága mellett és ellen is, nem csak érvek, hanem eredmények is. Tehát vannak olyan tudományos kutatási vizsgálatok, amik azt mondják, hogy a homeopátia többet tud, mint a placebo. De itt egy nagyon érdekes dolgot kell csinálnunk, elemeznünk kell a teljes szakirodalmat. És a teljes szakirodalom elemzése, ezt ugye átfogó elemzéseknek, illetve a kicsit mélyebben belemegyünk, akkor ezt meta-analíziseknek nevezik, akkor ezekből kiderül, hogy minél szigorúbb protokoll szerint végeznek el egy klinikai vizsgálatot a homeopátiás szerekkel kapcsolatban, annál inkább jellemzően negatív eredménnyel zárul, vagyis a placebónál nem hatásosabb. És ez egy egész komoly szilárd táptalaja annak, hogy miért kritizáljuk a homeopátiát. És a másik, amikor én ezt a vitát figyelemmel követtem. Ugye ez egy hosszú-hosszú év a homeopátiaval kapcsolatos vitát az elmúlt években, és ott az egyik pro-homeopata érvelő, aki azt hiszem a homeopaták, mit tudom én milyen egyesületének a vezetője is, hányta az egyik fő szkeptikus taktársának a szemére, hogy nem orvos, tehát a beteg orvos kapcsolatban soha nem volt még jelen. Tehát, igen, én is megkaptam már, igen. De nekem van egy nagyon közeli orvos rokonom, pontosan tudjuk azt, hogy mennyin múlik azon a pőre tudományos leíráson túlmenően, van valami betegség, arra kifejlesztenek valamiféle megoldást, legyen az orvosság, műtét, bármilyen eljárást,
és pusztán ennyi. Ez egy ilyen mechanikus dolog. De hogy meg akar-e gyógyulni a beteg? Elhitetem-e vele, hanem, hogy ő ebben a folyamatban vegyen részt? Ez megint csak nem olyan exakt dolog, amiről ön beszél. Igen, de pontosan ez az, ami miatt, ugye ez az, ami általában a placebo hatásnak a területére tartozik, vagy annak a körébe szokták vele fogalmazni. Ez egy nagyon-nagyon komplex, átfogó dolog. Egy probléma van vele, nem lehet rá bízni, vagy nem lehet benne bízni. Tehát ez olyan, ami így kimutathatóan létezik olyan hatás, ami befolyásolja a gyógyulásnak a mértékét. Ez befolyásolhatja, bocsánat, pontosítanom kell. Viszont éppen ezért, mivel ugyanakkor ezt valamiféle fekete dobozként kezelik, vagy kezelték nagyon sokáig, ezért ezt a hatást, ezt le kell tudni fejteni arról, aminek a tényleges hatását vizsgálni próbáljuk. De hát ön szerint csak olyan dologból áll a világ, az élet, amelyben exaktul bízni lehet? Ki tudom mutatni tudományosan, hogy bízni lehet benne? Vagy van egy csomó olyan tényező? Nem szeretem, mikor a számba adnak, tehát ilyet nem mondtam, hanem arról van szó... Én is csak kérdeztem. Hogy... Jó, oké. Csak szóval igazából arról van szó, hogy hogyha én valaminek a hatását szeretném vizsgálni, és én objektív akarok lenni ezzel kapcsolatban, akkor a szubjektív tényezőket, mint amilyen például a placebo hatásnak a köre, placebo hatásoknak a köre, azokat ki kell tudnom küszöbölni a rendszerből, és erre valók a különböző vizsgálati protokollok. Tehát amikor mi vizsgálati protokollokat kérünk számon, akkor nem azért csináljuk csak, hogy kötekedjünk, mert nekünk ez valami úri hettünk, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy azáltal válik majd ez az eredmény, amit publikálni fognak, ez az eredmény megbízhatóvá. És akkor itt jön be az, hogy miért van az, amikor olyan embereket is kritizálunk, akik szakembernek számítanak egy-egy területen. Tehát például, amit az előbb emlegetett, egy orvos. Igen, egy orvos, aki praktizál, ő találkozik a betegekkel. De a beteg, és ez a beteg gyógyulásában például a placebo hatás előidézésében ennek lehet jelentősége. Annak is van jelentősége, ezt kimutatták, mert a placebót is vizsgálják. Tehát ezt kimutatták, hogy például a fehér köpenynek jelentősége van. Azt is kimutatták, hogy erőteljesebb placebo hatás tapasztalható a színes piruláknál, mint a fehér piruláknál. Eszembe jutnak a Dr. Bubó rajzfilmek, nem először kerül elő a nagykép műsorában Dr. Bubó. Eszembe jutnak a Dr. Bubó rajzfilmek végén tett ilyen elmés megállapítások. Dr. Bubónak Laposföld díjat adnának? Dr. Bubónak nem adnánk Laposföld díjat, mert Dr. Bubó nem valós orvosi praxisként jelenik meg a kultúrában. De érti, hanem hogy nem, érti, hogy Dr. Bubó nem mint valós szemét vettem fel, hanem az általa sugallt gondolatokat, vagy azokat a... Hát, azért nehéz ezt mondjuk a humornál többet mondani kívánó gondolatokat. Tehát hát igen, csak nehéz ezt. Igen, értem, csak közben mégiscsak nehéz. Tehát, hogy ennyire hadd legyek kockafejű, hogy én nagyon tudom élvezni a Dr. Bubót, mint mesét, de pontosan azért, mert hogy tulajdonképpen ez egy mese környezetbe belehelyezett történet sorozat, ezért nem próbálom komolyabban venni, mint ami. Nekem, és nem csak nekem, hanem az egész szkeptikus közösségnek világszerte mindenhol akkor van problémája, amikor valaki tudományosnak akar beállítani valami olyasmit, ami egyébként nem feltétlenül az. Vagy olyan meredek állításokat tesz, amik egyébként tudományosan nem állnak olyan szilárd talajon, mint ami, ahogyan a megállapításaiból... De hát a tudománytörténete arról szól, hogy ami szilárd talpon áll, azt hisszük róla, hogy szilárd talpon áll és megkérdőjelezhetetlen, azt időről időre megdönti egy következő paradigma. Hát jó, azért mondjuk a paradigmaváltások nem érték utol a gravitációt, nem érték utol az evolúciót, és még mondok, lehetne sorolni egy pár ilyen dolgot. Tehát, hogy azért vannak tények a világban, és vannak erre adott, ezekre a jelenségekre adott magyarázatok. És ezeket a magyarázatokat, ezek változhatnak, de azért azt is tudni kell, hogy azért, mert nézze, valami... a gravitációt említette, a fekete lyuk kutatások, azok most járnak gyerekcipőben. Ha minden, amit a fekete lyukról eddig mondtak, az alapvetően változtatja meg a gravitációról való gondolkodásunkat. Hát ezzel nem feltétlenül értek egyet, de hozzá kell tennem, hogy ehhez nem is értek eléggé.
Tehát azért az például, hogy bizonyos dolgok megmaradtak, a 20. században legalább 5-ször kérdőjeleződött meg az, hogy lehet, hogy mégsem állja meg a helyét az energia megmaradás törvénye. És mindig kiderült, hogy ez egyébként előre mozdítja a tudományt, hogy amikor kiderült, hogy az történt, hogy valamiről nem tudtunk, ami ott van, és azt kezdték el vizsgálni, hogy mi lehet a magyarázat, mi ennek a furcsa jelenségnek az oka. Ugye azt szokták azt mondani, hogy a tudomány általában nem úgy fejlődik, hogy valaki felkiált, és azt mondja, hogy megtaláltam Heuréka, és ahogy ugye Archimédeszre szoktak hivatkozni általában, hanem leginkább úgy, hogy valakinek van egy eredménye, egy bármilyen laborban születik egy eredmény, amire az eredmények értékelésekor a kutató azt mondja, hogy ez furcsa. És valóban akkor el kell kezdeni elemezni, hogy tulajdonképpen mi az, ami ott a háttérben működik. Na most ahhoz viszont biztosnak kell lenni benne, hogy ténylegesen van jelenség, amit vizsgáljunk. Tehát például a homeopátiára térek vissza megint, mondom állatorvosi lótát, így, tehát azért emlegetjük állandóan, mert jól lehet vele példálozni. Ott ahhoz, hogy arról beszéljünk, mert most már mindenféle extrém magyarázatokkal állnak elő, hogy működik a homeopátia. De akkor először azt kellene bizonyítani, hogy működik. És ez az előbb emlegettem a klinikai vizsgálatokat. Ha ezeknek az átfogó elemzését megnézzük, akkor a végkövetkeztetés az, hogy nagyobb valószínűséggel mondhatjuk ki, hogy nem működik, mint hogy működik. Tehát eleve nincs mit vizsgálni. Tehát nincs mire magyarázatot találni, mert ha a jelenség sem működik több jobban a placebónál, akkor inkább a placebót kutassuk tovább. Ami egyébként zajlik is. Nem vagyok teljesen otthon a homeopátiában, sőt nem teljesen sem vagyok otthon, az előbbi említett vitát követtem is, annak a fő érveit, de feltétlenül szükséges ön szerint, hogy mindent értsünk? Mi van, hogyha az életnek vannak olyan jelenségei, amely természetükből fakadóan a saját logikánkon nem érthetőek meg? Kant, ugyebár ezt mondja, Kant az én megítélésem szerint meglehetősen okos ember volt. Én azért ilyen értelemben a kicsit a pozitivizmus és az optimizmus keverékében hiszek, tehát hogy azért ön érti azt, hogy mi az, hogy végtelen? Nem. Na, van végtelen? Illetve szellemileg megpróbálom megérteni, de elképzelni nem tudom. Tehát, illetve valamilyen elképzelésem van róla. És egyébként hozzáteszem azt, hogy nagyon sokszor igazából a vita ott van, és egyébként jó, örülök neki, hogy ezt így felvetette, hogy a vita nagyon sokszor ott van köztünk, és a szkepticizmus kevésbé képviselő emberek között. Hát, vagy ténylegesen képviselő emberek között. Igen, ezt már sokszor megkaptuk. De most a tudományos szkepticizmusról beszélünk. Szóval, mert ugye az a fajta szkepticizmus, amikor valaki azt mondja, hogy igazából semmit se lehet tudni, meg semmiről se lehet semmit se tudni, ez a görög filozófia irányzat, ezt már, tehát a tudományos szkepticizmus. A szofisták hozzáadott értéke a világhoz az nem lebecsülendő. Nem becsülöm én le, viszont arról beszélünk, hogy a tudományos szkepticizmus, amit mi képviselünk, nem erről szól. Viszont mi úgy gondoljuk, hogy megismerhető a világ, és az nem jelenti azt, hogy mindent most azonnal tudnunk kell, és néha bele lehet nyugodni abba, hogy igen, most erre nem tudjuk a választ, és nem tudjuk erre pontosan még a magyarázatot. A megismerésnek, ne haragudjon csak, mert ez egy fontos kérdés, ahol vagyunk. A megismerésnek csupán csak és kizárólag tudományos módszere lehetséges. Maradjunk az előbb említett végtelennél. Jotár azt mondja, hogy ugye mindennél tudunk elképzelni kisebbet is, meg nagyobbat is. Ez, amit ön említett, hogy beleérez, nem tudja elképzelni, azt érezni tudja. És erre mondja azt Jotár, aki ugye művészetelmélettel foglalkozott, hogy erre szolgál a művészet, hogy a végtelenül kicsit, meg a végtelenül nagyot, azt érzékeltesse. Igen, tehát ez igen. Érzéki és nem értelmi. Na most itt eljutunk a demarkációs problémához, ami ugye arról szól, hogy hol választjuk el a tudományt és a nem tudományt, illetve mi ezt kiegészítjük azzal, hogy tudományt az áltudománytól. Tehát ugye addig, amíg a művészeteket emlegetjük, addig a tudománynak nincs ezzel dolga. Tehát meg kell húznunk egy határt. Tehát az, amikor én Van Goghnak a művészetét élvezem, akkor nekem azt nem kell tudományosan megmagyaráznom, hogy ott mi történik. Persze lehet elemezni a képeket, vannak, akik foglalkoznak is ezzel, és azt lehet tudományos alapokon,
de tehát mondjuk például anyag használat szempontjából ezek nagyon érdekes és izgalmas vizsgálatok, de nekünk ezzel nem kell feltétlenül foglalkozni. A kérdés az, hogy amikor tudománynak állítunk be valamit, akkor az valóban tudománye, vagy tudománynak mondja magát, de a módszertanát, a szemléletét, a kritikai gondolkodásnak a használatát tekintve nem tekinthető tudományosnak. És itt vannak nekünk vitáink sok mindennel, tehát nem a művészeteket akarjuk elhalatkoztatni, én magam is egyébként nagyon zenekedvelő ember vagyok, aki ráadásul még foglalkozott 10 évvel komolyabban. Ez, és imádom a költészetet, tehát hogy ezekkel az ég adta világon semmi baj nincsen, ha nem akarjuk tudományként beállítani. Más téma. Milyen szempontok szerint, vagy milyen irányok szerint hogyan döntenek arról, hogy kinek adnak lapos földdíjat? Hát a lapos földdíjat először is a lapos földdíj jelöltjeit, azokat nem mi nevezzük meg. Persze voltak, akiket mi személy szerint, de nem a szkeptikus társaság, mint szervezet. Hanem a kiírásban úgy szerepelt, amit mindenki elolvashatott a különböző médiumokban is, meg a honlapunkon is, a kiírás meg a Facebook oldalunkon, a kiírásban úgy szerepelt ez a dolog, hogy mindenki írhat, ajánlhat valakit jelöltnek, és akkor mi megnézzük, hogy tényleg alkalmas-e jelöltnek, és felvesszük a listára. És akit felvettünk a listára, arra lehet szavazni. És ennek a szavazásnak az eredményeképpen létrejött egy olyan sorrend, hogy kik kapták az 5 legtöbb szavazatot kapott jelölt, sorrendje alapján megállapítottuk, hogy na itt ők lesznek a döntősök. És a döntősökből pedig egy házon belüli, a szkeptikus társaság tagjai általi belső szavazás alkalmával, ahol nagyon sok vita is volt ezek körül, hogy meg összeszedtünk egy csomó mindent, hogy érveket, ellenérveket, összeszedtük ezt, hogy kit tekintünk így a társaság egységesen, kit tekint leginkább alkalmasnak arra. Tehát nem tudományos ismérve van, hogy ki a legtudománytalanabb, hanem többségi döntés. Többségi döntés, de ugye azért komoly érvelések mentén, és alapvetően a tudományos munkásságát. Tehát nem csak szimpátia alapon, tehát ez ugye nyilván a szkeptikus társasághoz valaki csatlakozik, akkor általában nem csak azért, mert milyen jó arcok vagyunk, ugye általában pont nem így szoktak beállítani minket, hogy micsoda kellemes társaság vagyunk, és milyen nagyon szimpatikus fiatal emberek és fiatal hölgyek, tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy pontosan a tudományosságot próbáljuk számon kérni. Tehát a szavazás, ez a szkeptikus társaság belső szavazása arról szól, hogy ezt a tudományosságot melyiken kellene a leginkább. De azt ugye bár nem tudja garantálni, hogy valaki személyes ellenszem vagy rokonszem alapján dönt. Hát nyilván nem tudom garantálni, de hát ez az egész folyamatban nem így van. És azért hozzáteszem, hogy pontosan ezért van az, hogy mondjuk Sebestyén Balázs igazából kettő darab szavazatot kapott az egész szkeptikus társaságból, amivel így hát futottak még kategóriába, sorolódott így a végeredmény szempontjából. Azért van ez, mert hogy ő nem tudományos szakember, ő semmilyen tudományterületnek nem képviselője, tehát teljesen érthető, hogy ő rajta a tudományosságot nehéz számon kérni. Ő egyébként inkább az összeesküvés elméletek terjesztése miatt. De két ember még így is szavazott rá, meglehetősen messzire jutottunk a kiinduló lapunktól, a tudományvallástól Sebestyén Balázsig sikerült eljutni, de ennyi fért ebbe a műsorba. Megint elröpült 2 óra, Németh Róberttel voltunk itt a nagyképben, Toró Nikolett volt a műsor szerkesztője, jövő héten megint jövünk. Viszont hallás. Viszont hallás, és mint én a Gábornak is köszönjük a részvételt.